hosszú sorban érkeznek a biciklisek a Kállói út végére. Eddig tart a kerékpárosok számára kialakított aszfaltsík, vagyis már Borbányáig elgurulhatnak biztonságosan. A Csárda utcai kereszteződésnél pénteken adták át az elkészült kerékpárutat, amely több mint 1,5 milliárd forintból készült el, de az önkormányzat önereje még az 5%-ot sem érte el. Javarészt pályázati EU-s forrásból és kormányzati támogatásból valósult meg. A szakaszra nagy igény volt a városrészben élők körében. Azzal, hogy megvalósult ez a kerékpárút, én pont tegnap este próbáltam ki, és mentem végig rajta, hát valami fantasztikus. Széles, gyors, biztonságos, 10-12-15 perc alatt elérjük a belvárost, tehát annyira lerövidül a távolság, így kerékpáron is, hogy hihetetlen. Tehát ez számunkra nagyon fontos, mint borbányaiak számára. Az külön öröm, hogy nem is egy irányból tudjuk elérni a várost, hanem a Tünde utca felé is, meg a Kállói út felé is. Tehát ez mindenképpen ez egy másik pozitívum. A város egyik legforgalmasabb útja a Kállói, amelyen sokan kerékpároztak már eddig is, ami nem volt egyszerű, és ami még fontosabb, biztonságos sem. Itt már beszélgettem itt lakókkal is, mondták, hogy ők is kipróbálták már, használják egészséggel. Nyíregyháza polgármestere az átadáson arról beszélt, hogy az újabb közel 8 kilométeres szakasszal 70 kilométer fölé nőtt a teljes kerékpárút hálózat hossza a városban. Ki is van használva, sokan ülnek ugyanis két kerékre minden korosztályból, ez pedig amellett, hogy jót tesz az egészségnek és csökkenti a környezetszennyezést, a városképet is pozitív irányba változtatja. Mint a városvezető fogalmazott, a kerékpárutak építése a közmű átépítések miatt sokba kerül, de megéri, ráadásul sok potenciál van benne, amely nem csak a város, hanem a megye más részei szempontjából is fontos. Itt azért Borbánya nem a legfrekventáltabb turisztikai hely a városnak, de ha belegondolunk, mint ahogy Tokaig sikerült megépíteni ezt a kerékpárutat, ha itt majd megnyílt a lehetőség, hogy Mária Pócs, tehát Nagykálló Mária Pócs Nyírbátor felé, akkor az már egy turisztikai út is lesz, nem beszélve a már régóta meglévő zarándokútról Mária Pócsra, ott sem mindegy, hogy ilyen biztonságosan tudnak kimenni a zarándokok. Úgyhogy több lehetőség van a kerékpárútban, többen használják, többféleképp, és az ettől igazán jó. A célok tervek között megemlítették, szeretnék, ha a gyerekek többet kerékpároznának az új Kígyó utcán kezdődő, és a debreceni majd a Szent István utcán folytatódó szakasznak köszönhetően is.